Szél Tamás vagyok, ez itt a Chef Tippek a Lidl konyhában. Most pedig jöjjön egy tagadhatatlan magyar klasszikus, a tarhonya. Nagyon hasonló az elkészítési módja, mint a rizs. Kimérek egy pontos mennyiséget, kétszeres mennyiségű folyadék fog hozzá kelleni. A folyadék lehet alaplé esetleg, de víz is tökéletesen elegendő, úgy legalább a tarhonya ízére tudunk koncentrálni. Kacsazsír. Tarhonya egy igen rusztikus és egy mondhatni házi jellegű köret, úgyhogy mindenféleképpen a zsíradékokat javaslom hozzá, tehát úgy, mint sertés, kacsa vagy libazsír. Ebben lesz ugyanis a legjobb az íze, megvárom, mert még elolvad, és utána elkezdem pirítani a tarhonyát, mert a lelke a tarhonyának, hogy jó alaposan le legyen pirítva mély barnára. Jöhet is a tarhonya a zsíradékhoz. Elkezdem szépen pirítani. Közben kimérem gyorsan hozzá a vizet, és felforralom külön, hogy egy kis időt nyerjek a főzésével. Ne sajnáljuk a zsíradékot a tarhonyától, és lehet látni, hogy elkezdett szépen pirulni, és az a kulcsa az egésznek, hogy szépen így fürödjön a kacsazsírba, így habzik a zsír, ahogy pirul benne a tarhonya. Amikor ez az állapot elérkezett, akkor szépen kevergessük, és pirítsuk meg jó alaposan. Egy nagy adag sót lehet nyugodtan rárakni. Ez most igazából egy teljesen alap tarhonya recept. Semmi más nem fog hozzárakni pici ízesítés gyanán, csak egy kis köményt, illetve egy kis fűszerpaprikát, mégiscsak Magyarországon vagyunk. Így tökéletes köret, de ugye tudjuk, hogy a tarhonya akár önálló ételként is megállja a helyét, mint például a pásztortarhonya, ilyenkor lehet belepiríteni hagymát, fokhagymát, kolbászt, burgonyát, szalonnát, bármi egyebet, és akkor önálló teljes értékű étel. Egyébként erről van receptfilmünk, amiben ráadásul bográcsba készítem el. Csodálatos zsemleszíne kezd lenni, a zsemle illata is. Nyugodtan lehet egy picit sötétebb néhány szem. Lehúzom a tűzről egy picit. Itt még intenzíven kavargatom, szépen megpirult, jöhet a forrásban lévő víz a forró, piruló tarhonyára. Gyorsan le is fedem, várok egy picit, még megnyugszik, adok hozzá egy csipet fűszerpaprikát, csipet köményt, visszarakom a láng legkisebb fokozatára, és szépen éppen csak gyöngyözve, kb. 15-20 perc alatt puhára párolom. Kb. 15 perc alatt meg is párolódott a tarhonya, isteni finom pirult tészta illat terjeng a konyhában, no lássuk. Tökéletes, isteni finom íze van, pergős, kellemesen pirult, amilyennek kell lennie. Jó étvágyat! Ha további chef tippekre vagy kíváncsi, kattints ide, ha receptfilmeket néznél, akkor pedig ide, ha pedig elsőként szeretnél értesülni legfrissebb epizódunkról, akkor pedig ide.